A vádirat szerint a két férfi a 2022. október 19-ét megelőző két hónapban Szolnokon azoknak az önkormányzati bérlakásoknak a tetejéről, ahol maguk is laktak, az oda felszerelt melegvíz előállítására szolgáló napkollektorok részcsöveit levágták. Az egyik napkollektor lemezborítását lefeszítették, a szigetelését kibontották, és onnan mintegy 15 méternyi részcsövet elloptak. A férfiak cselekménye következtében a napkollektorok használhatatlanná váltak. Az ügyészség a 23 éves büntetlen előéletű férfival szemben pénzbüntetés kiszabására, míg 19 éves, már többszörösen is büntetett társával szemben letöltendő börtönbüntetés kiszabására, valamint közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt a vádiratában. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog dönteni.